Sziasztok srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és FIFA 365 album bemutató lesz újra, de nem a sima széria, hanem az upgrade, hiszen kinyitottuk mind a három dobozt egybe, és a Collectornál megjelent az album, amit én megrendeltem tőlük, mert csak a dobozokat kaptuk, tehát az albumot ugyanúgy kifizettem, de itt van. Van már album, ami viszont a hátrány, hogy a Panini valamiért nem csinált kezdőcsomagot. Ezt senki nem érti, hogy hogy lehet az, hogy nem csinált a kezdőcsomagot, csak maga az album van. Na se baj, itt az album, kicsi album. A borítója már azért ismert, rajta van mind a három doboz, az International Stars, a Star Signing, illetve a Rising Star. Ha meg megfordítjuk, így néz ki a hátja, és látszik, hogy nincsen rajta magyar ár, úgyhogy ez is egy ilyen kicsi érdekesség. Is jó kis külföldi termékről van szó. Ha kinyitjuk, itt van az oldalszámozás, ugye 240 kártya fér egy ilyen kicsi albumba, négy zsebes album felültöltős az egész, itt is írja, 48 International Star, 40 Star Signing, illetve 48 Rising Star található ebbe a FIFA 365 Upgrade Edition szériába. A hátulján pedig az, hogy játsz az alkalmazás, ugyanúgy be tudod váltani a dobozok tartalmát. Sorba tettem a kártyákat, úgy jönnek ugye a albumba, hogy International Stars doboz az első, utána a Star Signing és végül a Rising Star. Ide tettem be a limitedeket is. A Gavi Momentum meg kint pihen a relikviás polcon, úgyhogy azt most elfelejtettem ide készíteni, de úgyis láthattátok azt a videóba. Na de elég volt a szövegelésből, nyissuk ki az albumot, és egyből itt kezdődik minden az International Starokkal, a nemzetközi Starokkal. Egyből négy Chelsea, Koulibaly, Havertz, Kovácsics, illetve még egy jó Ziyech. A csillogás még mindig nagyon szép, illetve nekem az is külön tetszik, hogy ott van a játékos országának, ahonnan származik a zászló a háttérben. Ha lapozunk oda, még becsúszott egy jó Pulisic a Chelsea-ből, aztán Liverpoolból két kártya, Van Dijk, illetve Henderson, aztán City-sek jönnek méghozzá öt kártyával, brutális az az öt kártya. Ruben Dias, John Stones, Bernardo Silva, Phil Foden, illetve Julian Álvarez még a legvégén. Utána United, itt is azért van 5 darab lap nekik. Maguire, a legjobb védő a világon. Varane, Fernandes, Casemiro, Rashford, aztán Tottenham. Tegnap volt pont egy Tottenham United, 2-2 lett azért a második félidő. Nem volt olyan rossz, legalábbis a Tottenham szempontjából. Utána Joris, Romero, Perisic. Ha tovább megyünk, jó, Richarlison, illetve még egy Son. Mindegyik csapat azért kapott egy ilyen 3-5 kártyát, mármint a Fehérvár nem, de hát ugye a nagy csapatokról értem most. Utána Atletico, Molina, Depaul, Griezmann, Morata, aztán egy jó De Jong, Pedri a Barszából, illetve Lewandowski, na a Barsza pont, hogy 3-at kapott. Aztán Courtois, Militao, Modric, Tchouameni, Valverde, Real Madridból, Hakimi, Mbappé a PSG-ből, Messivel, illetve Neymarral, azért elég erős a PSG kártya felhozatal ennél a szériánál is. Aztán Mazraoui, Choupo-Moting, a legenda a csatornán, utána egy Van Gogh Olympiakosból, Theo, illetve Giroud a Milánból, Dumfries az Interből, Brozovic-sal, illetve Szesnyi, Di Maria, illetve Morita még a végén. Úgyhogy ez lett volna az International Star rész. Ugye duplán pakoltam a kártyákat egy zsebbe, itt nincs értelme, hogy látszódjon a hátulja, így foglal el összesen 6 oldalt a zöld doboz, ha minden igaz, az a zöld az International Star, nem Renátor? Így van, és a fehér a Star Signing, és akkor ugye értelemszerűen a pink, amit pont Renátor is bontott még szerdán, vagy csütörtökön, csatornáján, az a Rising Star. Star Signing, itt azért, na ez a doboz egy kicsit azért számomra gyengére sikerült, már csak azért is, mert miért van benne kevesebb kártya? Tehát eléggé fura, meg a Momentum se olyan erős szerintem a Gakpo, na mindegy. Ez már csak az én véleményem. Star Signingnál egyből kezdünk 3 River Plate-tel, Diaz, Fernandez, Rondon, és egyből megyünk is át a Brugge-re egy jó kapussal, és a Brugge egy kártyát kapott durva, miközben a lapozunk a Minero meg 4-et. És amúgy ez így tök jól néz ki, hogy itt van 4 Minérós, itt meg 4 Chelsea-s, de a Chelsea-ből Jézusom nagyon sok van, mindjárt meglátjátok, a Chelsea az valami nagyon számomra felfoghatatlanul borzalmas átigazolási politikát követ. Az amerikai tulaj az látszik, hogy totális képbe a focival.
Na, de ha már Chelsea-ről beszélünk, ugye itt vannak négyen, és ha tovább lapozunk, még ott vannak hárman. Így a Liverpool is már csak egy Gakpo van. Ez hihetetlen, mennyi pénzt elköltenek, aztán közben meg sorra veszítik el a mérkőzéseket. Konkrétan matematikailag még fennáll az esélye annak, hogy a Chelsea kieshet a Premier League-ből. Ez azért nagyon durva. Na, United újra, ott van egy Butland, egy jó Zabitzer, illetve Weghorst, aztán egy jó Pedro Porro a Tottenhamből, illetve egy Danjuma, utána Doherty, illetve Depay az Atleticóból, aztán a Marseille-ből is van három játékos, a Bayernből Sommer, illetve Blind, illetve egy jó Cancelo, ez a Cancelo fotó még mindig nagyon bejön nekem, utána Olympiakos, négy kártyával, kár, hogy nem fért ide ki az Olympiakos oldal, és akkor itt a fehérváriak egymás mellett lennének. Na seba, hiszen Fehérvárna van egy Christensen, illetve egy Flores, aztán Rulli kapus az Ajaxból, van még egy Dominik a Lech Poznanból, illetve három Sportingos, még egy Diomande, egy jó Bellerin, illetve egy Tánlongo, és jön is a Rising Star, aminél hát a design ugyanaz, mint az alapszériában. Ettől függetlenül nekem nagyon bejön, csak egy kicsi újítás belevihettek volna. Na de, két River Plate-es, Beltrán, illetve Solari, utána egy jó Mineiro Rubens, illetve egy Abakar a Brüsszből. Ha lapozunk, van még Brüzsös egy Onyedika, Chelsea-ből Fofana, illetve Csukwuemeka, illetve Gallagher, plusz ott van még egy Broha. Liverpoolnál Ramsey, Carvalho, Curtis Jones, hát azért van egy-kettő olyan név, aki már így ismert, meg több éve tolja, 3-4 éve, szóval így fura, fura, na se baj. Aztán van egy Rico Lewis a City dobozból, párszor bontottuk, illetve egy Palmer, Anthony, Garnacho, illetve Pellistri a Unitedből, egy Sessegnon a Tottenhamből, hát Eric Garcia, mint Rising Star, az felettébb érdekes számomra, illetve még egy Gavi a Barszából, Ansu Fati, valakinek már megvolt a 100. mérkőzése is a Barszában. Utána Camavinga, Rodrigo, Nuno Mendes, Emery, illetve Ekitike a PSG-ből, Tavares, illetve Caboré a Marseille-ből. Bayernnél van jó három, azért itt a Bayern most már több kártyát kapott. Gravenberg, Wanner, illetve Musiala, ott van egy jó olimpiakoszos, és Schön Szabolcsa Fehérvárból még. Utána két interkártya, egy Juventus-szal kiegészítve az oldal végén, plusz még van ott egy jó Szulé, illetve Vlahovic a Juventusból, Kalulu, Deketaler, Tonali, Milán, van még egy Rens, Timber, Kudus az Ajaxból, és az utolsó oldalon ott van még egy Brabbi, illetve Skorás, Skorásnak van sima lapja is a alapszériában, egy Gonzalo Inácio, illetve egy Ugarte. Ez lett volna ugye a három doboznak a kártyái. Átnéztük a neveket még egyszer, hogy pontosan kik vannak benne. Itt nekem a legjobban az International Star design jön be, de azért a Star Signing se rossz, annak is van egy minimális csillogása. Hát a Rising Star meg azért már ismerhetjük, és én ide pakoltam ezekből a dobozokból nyitható limitedeket is, hogy mégis kiket lehet nyitni. Ugye van egy Félix, csapatok szerint rendeztem be, hogy van a szériában, ha jól emlékeztem a sorrendre. Szóval egy João Félix a Chelsea-ből, egy Julián Álvarez a City-ből, még egy Depay az Atletico Madridból, egy Camavinga a Real Madridból, ott van még egy Gravenberg a Münchenből, egy jó Mbappé a PSG-ből, illetve egy Kodró még a Fehérvárból, bár a fehérvári Kodrót azt véletlen tettem be, mert az az alapszérre lapja. Fura is volt, hogy hogy jön 7 limited, amikor 2 van dobozonként, úgyhogy ezt véletlen pakoltam oda. Na se baj, szóval így néz ki, még itt van 6 limited. Egy kis hiba azért, baki, belefér. Ki a srácok, ez lett volna ez a jó Upgrade Edition album bemutató. Igazából ugye 3 dobozzal ki tudjátok gyűjteni a jó szettet. Ki a srácok, találkozunk holnap egy nagyon jó videóban. És ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg. Hétvégén pedig kibontunk egy jó top class fat pack displayt, mindjárt neki is állok a felvételnek. És srácok, holnap találkozunk, addig is tegyetek jó. Sziasztok!